Több mint 400 ezeren dolgoznak a turizmus vendéglátás területén, közülük pedig a vírus lefolyási idejének függvényében akár több százezren is az utcára kerülhetnek a szakemberek szerint. A kormány döntése alapján december 31-ig felfüggesztik az idegenforgalmi adót, június 30-ig 4%-ra csökken a szépkártya szociális hozzájárulási adója, valamint ennek emelik a határait is. Ezen felül 600 milliárd forintot biztosítanak a turizmus védelmére, melyet az éttermek, szállodák felújítására, magasabb szolgáltatási színvonal kialakítására áldozhatnak az érintett cégek. Jelen pillanatban 100% visszaesés van a szektorban. Megindult március elejétől egy hatalmas visszaesés, először Budapest omlott össze, aztán összeomlott a teljes országnak a turizmus, ezen belül a vendéglátás is. Kivárásra vár mindenki, azt várja, hogy mikor lesz vége ennek a vírusos időszaknak. Elméletekben is futunk a kormányzati ajánlások után. Nagyon jól veszünk mindenféle segítséget, ami a szektort érinti, illetve a szektort segíti majd a jövőben. Most már látjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európában is teljes turizmus összeomlás van. Nagy valószínűséggel egyszerre fog állni mindenki a rajtvonalnál, egyszerre fogja várni mindenki azt, hogy a start az elinduljon, és hogyha elindult a start, akkor Magyarországon, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vendéglátók is ugyanannál a vonalnál fognak állni, és hogyha valami olyat tudunk nyújtani, amely az eddigiektől sokkal jobb, biztosabb, minőségibb szolgáltatás, akkor nagy valószínűséggel akár ez nyerhető is lehet ez a mostani leállás, utáni újraindulás. Ezt azzal magyarázta Krivács András, hogy a szakemberek szerint a belföldi turizmus sokkal hamarabb újra fog indulni, mint a külföldi turizmus, ezt pedig a vidék a pozitív oldalára fordíthatja. A január-február nagyon jó évnek indult, azonban most a vendéglátás minden részében teljes a leállás. Kormányzati intézkedések egyenlőre segítik a turizmust, ennek örül mindenki. Én úgy gondolom, hogy a gasztronómia sem áll meg, de rengetegen vannak, akik bezártak részlegesen, vagy függesztették fel a működésüket. Nagyon remélem, hogy az újraindulás után nagyon kevesen lesznek, akik nem tudnak újra nyitni majd. Én szurkolok minden kollégámnak, minden munkavállalónak, minden munkaadónak, hogy valahogy ezt a pár hónapot vészelje át. A turizmus újraindulása akkor következhet be, amikor a vírus már teljesen lecsengett, biztonsággal tarthatók rendezvények és az emberek újra kimernek mozdulni. Krivács András elmondta, a jelenlegi álláspontok szerint a július biztosan, és talán az augusztus is az erősen szabályozott időszakban telik majd el, az újraindulásra pedig csak ezt követően lehet majd számítani, addig azonban több százezer munkahely kerülhet még veszélybe.